Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol felteszem a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az energia, ami aktuálisan összefűz benneteket, itt középen látható, és ez a virág azt jelenti, hogy számíthattok egymásra. Ő segít neked, te segítesz neki, jóindulatú személyek vannak a környezetetekben. Ez a felvétel június 17-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Svati holdházban van, ami jelenti a mi énünket, és jelenti a lelki dolgokat is. Oda kell figyelni a külsőnkre, a fellépésünkre, legyen meg ez a magabiztos fellépés és az élet öröm, de ügyelni kell a lelki dolgokra is. Ezen a napon, június 17-én, Merkur bolygó és Vénusz bolygó együtt hat. Merkur jelenti a cselekvéseket, szerződéseket vagy a kommunikációt, és Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre. Nálunk lesz majd mozgás. Vénusz bolygó jelenti a szerelmi témákat is, és itt vagy beszélni lehet a párkapcsolatról, vagy vannak közös célok, van közeledés, és van kommunikáció. A hold szépen besugározza Vénusz bolygót és Merkur bolygót, így kihat az érzelmi világunkra is. Mindez a levegő elemében történik, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint, és az adja a könnyűséget, a szabadság érzetét, a mozgást, a kapcsolatokat, és a vidámságot. Most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt. Itt láthatóak a csillagok, ez utalhat például egy spirituális területre. De jelenti a bizalmat is, hiszen ő tudatában van azzal, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Sőt, arra is gondol, hogy a ti kapcsolatotok nem véletlen, hanem így volt megírva a sors könyvében a csillagokban. Itt látható, hogy előre folyamodnak az események. Ennek van egy tisztító hatása is. Tiszta érzelmek, tiszta gondolatok, vagy ő szeretne tisztázni veled valamit. Itt ez a virág szimbolizálja a szexuális témákat is. Lehet, hogy vannak nála ilyen gondolatok, és biztos vagyok abban, hogy nyitott lesz ezt kimutatni, vagy erről beszélni. Az ő érzelmei... Itt látható a hold, ez jelentheti az anyukáját, az anyai érzelmeket is, de jelenti az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez azt jelenti, hogy ő álmodik rólad, megvannak a mély érzelmek. És a virágcsokor szép érzelmekre utal. Azt is jelentheti ez a virágcsokor, hogy megvan nálad ez a szép nőies kisugárzás, vagy ő szeretne téged meglepni valamivel. Lesz egy ajándék.
Mit fog tenni? Itt látható a kereszt, ez jelenti az ő hitét, hisz abban, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, akkor is, ha jelenleg még látható a felhő, ami azt jelentheti, hogy valami még átláthatatlan, különösen ami a döntéseket illeti. Hiszen a kereszt azt is jelentheti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. De ezeknél a döntéseknél még megjelenik itt a felhő. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül lesznek komoly döntések, és ez kihat a sors utatokra. És most megnézzük azt, hogy mi vagy ki befolyásolja őt, az ő napi energiája. Itt a halak láthatóak, ami jelenti az anyagiakat, lehet, hogy van anyagi kötöttség, anyagi kötöttség valakivel. Ha anyagiakról van szó, akkor az kihat a munkára, a hivatásra is. Lehet, hogy ott lesznek változások. És a te aktuális energiád. Itt látható a kígyó, és a kígyó az utal változásokra, megújulásokra. De jelentheti tulajdonképpen a gyógyító erőt is. A kígyó néha utal egy hölgyre, lehet, hogy valaki keresi veled a kapcsolatot, de nem tudod, hogy milyen szándékokkal jön, hiszen itt van a közelben a felhő. Nem látsz át a dolgokon az ő szándékain. Az is lehet, hogy nála van ez az anyagi helyzet, és te úgy gondolod, hogy az anyagiak, azok ezzel a nővel állnak összefüggésben, hogy ő tartozik valakinek, vagy volt vállás, és itt az anyagiakat kell rendeznie. De ez a hölgy lehet egy barátnő, egy kolléganő, vagy valaki a családból is. De hogy milyen szándékokkal közeledik, az átláthatatlan. És ez volt a felvétel, ez a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!